próbálj közben egy ilyet. Sziasztok, ez itt a Kiss the Bodybuilder, azaz a vágtázó, izomcirkusz, Kiss Jenővel. És Molnár Péterre. Éppen Sárvára tartunk az Iridium Fitnessbe. Ahol? Hátalni fogunk. Sziasztok, ez itt a Kiss the Bodybuilder Roadshow, azaz a vágtázó izomcirkusz Kiss Jenővel. És Molnár Péterrel. Éppen Sárvára tartunk az Iridium Fitnessbe. Ahol kemény hátat fogunk nyomni, de nem háttal. A Roadshow-on mindig van egy szeminárium is, ahol megtudhatok mindenféle földi jót a táplálkozásról, a testépítésről és az edzésről. Így van. És azt is elmondjuk, hogy a Petyó hogy készíti otthon a palacsintát. Ez rendkívül izgalmas lesz, tartsatok velük. Ezen túl lehetőségetek van nektek is részt venni, nem csak a szemináriumban, de az edzésekben is. Mindig kiválasztunk egy szerencsést, egy helyi hőst az adott helyszínről, aki, ha jól tudom, itt most egy nagyon csinos lányzó lesz. Úgyhogy tartsatok velünk, én is nagyon izgatott vagyok. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a beletekosó jó voltából eljött közétek Magyarország testépítés legendája, Mr. Univerzum, Kiss Jenő, fogadjátok! Sziasztok! Biztos közületek is vannak olyanok, akik már régóta edzenek, és már úgy megfordult a fejükben, hogy milyen jó lenne színpadra vinni esetleg a fizikumokat, egy újabb szintre lépni. Mit javasolsz ezeknek az embereknek, hogy benned mikor ért meg a gondolat arra, hogy színpadra álljál, és szerinted mikor jött el az ideje valakinek, hogy versenyzésbe kezdjen? Ez jó kérdés. Én amikor először színpadra álltam, szerintem lehet, hogy még itt sokan nem éltek akkor. 89-ben álltam először színpadra, ez egy junior országos bajnokság volt, amit hál' Istennek rögtön el is tudtam hozni. Előtte 3 évet edzettem, 86-ban kezdtem el ezzel a sporttal foglalkozni. Teljesen tudatlan kútfőből kezdtem el, aztán később sodródtam olyan edzőkhöz, mint Rublinszki István, majd később Pintér Ferenc, akik segítettek nekem a készülésben, rengeteg jó tanáccsal. Végülis így kerültem először színpadra. Akik szeretnének versenyezni, azoknak igazából azt javaslom, hogy nézzenek tükörbe, és gyakoroljanak önkritikát, hogy ő saját maguk szerint képesek-e arra, hogy odaálljanak a színpadra, hogy bajnokok legyenek, vagy akár dobogóra állhassanak. Tehát egy célt tűzzenek ki, hogy ők mit szeretnének a versenyen, hanyadikok lenni, nyilván mindenki megnyerni szeretné, szerintem ez a normális, és nézzen magával szembe, hogy ő erre képes-e. És hogyha úgy érzi, hogy igen, akkor bele kell vágni. Szerinted ez valaki képes megítélni így önmagát? Igen, biztos vagyok benne. Tehát akinek olyan elhatározottak a céljai, vagy annyira elszánt ezzel a sporttal kapcsolatban, akkor biztos vagyok benne, hogy igen. Kai Greennel volt egy nagyon kellemes kis sztorim. Túl hosszú sztori nem volt. Lejöttünk a színpadról pózolás után, és amikor öltöztem át, ő jött a kis csapatával, kapucni a fején. Azt tudni kell róla, hogy ő általában nem beszélget senkivel, nem megy oda senkihez. Ha valaki oda megy hozzá, azzal is egy-két szót vált, és ő általában mindig meditál, tehát ő ilyen magába el van. És ahogy jött el mellettem, fölnézett a kapucni alól, odalépett hozzám, megboxolt ököllel, és mondta, hogy kurva jó vagy, aztán tovább ment. Úgyhogy nekem megérte már akkor az a verseny, hogy részt vettem rajta. Jó, mai nap mit fogunk edzeni? Hátazni fogunk, és a csuklyás izmot fogjuk még kicsit megrágcsálni. Beszéljünk kicsit erről, készüljünk fel erre egy kicsit lelkiekben. Tőled azt tanultam, hogy ugye kicsit befelé is kell fordulni az edzést tekintve, úgyhogy így előtte érdemes ráhangolódni mindig a dolgokra, tehát most egy hátedzés fog következni. Mit gondolsz, mik azok a legfontosabb infók, amit így hátedzéssel kapcsolatban tudni kell, és akkor nekiesünk egy ilyen nagy izomcsoportnak, akkor mi az, ami ott kell, hogy legyen? Az első, és ami a legfontosabb, ugye a gerinc. És ehhez kapcsolódóan a hátizom, ugye az egyik legfontosabb
tartó része a gerincnek az a hátizom. Szerintem a kezdőknek is ez lenne az elsődleges, amit meg kéne, hogy erősítsenek. Ugye ez tartja össze végig a gerincedet, tarkótól a derekadig. Most ez egy dolog, hogy a farizom, meg combhajlító, meg hasizom is közrejátszik, de a legfontosabb itt a hátizom szerepe. És azon belül is a vég a mély hátizom, és a trapéznak az alsó része, középső része. Én úgy gondolom, hogy ezeket kell a legjobban megedzeni ahhoz, hogy később ne legyen probléma, tehát ezeket kell legjobban megalapozni, hogy utána tudjál olyan gyakorlatokat nagy súlyjal végezni, ami abszolút a hátnak a tömegével kapcsolatos, mint például a döntött törzsülyevezés. Szoktál olyan tipikus hibákat észrevenni, akár kezdőknél, akár haladóknál hátedzést tekintve, amik olyan tipikusak? Igen. Hát általában a nagy súlymánia, a rángatás, a lendülettel való edzés, pláne evezésnél, amikor egy döntött evezést megpróbálnak csinálni, de ilyen hajlott gerinccel, és ott is föl lehet tornáztatják a felső testet is közben. Tehát nyilván valamennyi mozgás bele kell tenni felső testtel is, mivel evezésről van szó, de nem fölállni kell a súlya, hanem egy bizonyos szöget bezárni csak. Tehát akkor mondhatni azt a tévhitet így nyugodtan elosztathatjuk, hogy minél nagyobb súlyjal edzünk, annál izmosabbak leszünk idővel. Ez olyan részben igaz, hogyha a szabályosságnál maradsz, tehát hogyha azt a bizonyos izmot tudod nagy súlyjal megedzeni, tehát kizárni az összes többit, és csak avval az izommal foglalkozni, amit megcélzol, akkor ez teljesen jó kifejezés erre, tehát hogy akkor valóban számít a nagy súly. De az olyan nagy súly, amikor már csomó más környező izom is belelép a gyakorlatban, annak nincs értelme, mert pont attól az izomtól veszi el az erőt, a terhelést, amit megcélzünk. A gépektől lehet olyan szögekben, olyan helyzetekben megdolgozni egy izmot, amit szabad súllyal nem tudunk utánozni. De viszont ha a gépekkel meg nem tudjuk megedzeni azokat a stabilizáló izmokat, amik a szabad súlynál dolgoznak. Simonett arra a nem egyszerű kívásra vállalkozott, hogy túléljen egy edzést kis Jenővel, mégpedig egy hátedzést. Miben lesz különleges ez a hátedzés? Ezt most apukám is meg fogja nézni ezt a hátedzést. Ajajaj, ez a helyre kis menyecske veletek fog edzeni, ajajaj. Több evezést rakunk be, mint lehúzást, úgyhogy le fogsz izzani. Megpróbálunk azonos súlyokkal edzeni, jó? Készen állsz? Igen. Így van. Szuper. Hát akkor essünk neki, én azt mondom. Egykezes evezéssel kezdünk, csigán. Mozdulatnak így tökéletes. Itt hátizomnál, amire nagyon oda kell figyelni, az egy elég hülye hangzó dolog. Innen karhajlattól azt kell elképzelni, hogy egy kampó a kezünk, és ahogy ráfogsz a fogantyúra, nem arra koncentrálsz, hogy a fogantyút húzod hátra, hanem arra koncentrálsz, hogy a könyöködet húzod hátra. Ezáltal szinte teljesen ki tudod kapcsolni a bicepszet a gyakorlatból. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. Amit lehúzol gyakorlatokat, ott a hátadnak a szélességével foglalkozol. Amikor evezel, akkor a hátadnak a keresztmetszetével foglalkozol. De viszont minél vastagabb a hátad keresztmetszetre, amikor megfeszíted, tehát kinyitod a hátad, akkor annál nagyobbat fog tágulni. Tehát ezért fontos mind a kettőt nagyjából arányba terhelni. Mi lesz a következő gyakorlatunk? Rúddal evezünk. Döntött törzsel. Nem mondom őszintén, nekem általában probléma, hogy kicsit beakad a térdembe a rúd. Tehát ugye hosszak a végtagjaim is, és beakad. Igen, mert hogy fönt vagy. Tehát ha jobban előre dőlsz, akkor térded nincs útban. Aha. Tehát még mindig fönt voltál egy kicsit. Én inkább próbáljak meg előre dőlni, ugye?
És a másik, amit el kell kerülni, az a kicsit domború háttartás. Igen, hát az, akkor kikészül a gerinc. Megyünk tovább következő gyakorlatra. Látom, van itt egy ilyen felső evezőgép. Nézzük meg. Hát ez a több kicsi jár, nagyobb súlyokkal ez, mint te. Érdemes ráfeszíteni hátul a végén kicsit? Hát amennyire tudod, igen, összezárom. Sugodtan púposíts utána. Úgy, aha, és onnan. Azaz. Ezt a mozgást itt is be lehet. Ja. Tényleg ennek a negatív, pozitív szakasznak. Milyen jelentősége van? Mire kell figyelni? Mind a kettő megdolgozza az izmot. Mind a kettő ugyanolyan fontos, tehát mind a két szakaszra oda kell figyelni. Ugyanúgy hátból enged vissza, mint ahogy hátból is húzod. Hát ha mondjuk egy húzó gyakorlatunk van, ne csak arra figyeljünk, hogy szépen lassan húzzuk, és utána hirtelen vissza. Nem, ugyanúgy hátból kell vissza, persze. Szépen engedjük persze. Vissza. Ugyanolyan fontos része ezek szerint a mozdulatnak. Így van. Fordított fogással fogunk lehúzni. Fordított fogásnak mi a jelentősége, miért nem hagyományos lehúzást csinálunk? Pont ezért, mert olyat adunk a hátizomnak, ami merőben szokatlan, és általában az életben nem használunk ilyen jellegű mozdulatot. Csak ha húzózkodunk talán így fordított fogással. Tehát ez egy olyan impulzust ad a hátizomnak, amit elég ritkán kap. Tehát ettől csak nőni tud. És ő mindig az a fontos, hogy meglepjük az izmokat? Így van. Néha virágot is visszállni? Szoktam. Ennél a gyakorlatnál fontos, hogy reggel mos fogat, amikor vicsorítasz. Tökéletesen nyomja, bemegy teljesen a csiga alá, amikor fölengedi, ezáltal kihúzza teljesen a hátizmot, és lehúzza, amennyire csak engedi. Szintén összezárja itt hátul a hátizmot. Ilyenkor, amikor már nem megy le elég mélyre, akkor egy kis lendületet bele lehet vinni, tehát annyi csalás belefér a végén. Széles fogással lehúzunk mellhez, csigán, itt pedig letolunk combhoz, és akkor ez lesz szedve. Ez azt jelenti, hogy a végére azért az evező gyakorlatok mellé lesz lehúzva. Hát ez a vége, ezek már lehúzó gyakorlatilag. Ezért dolgozzuk meg az egész. Persze. Mire kell ügyelni? Hogy tudom elrontani? Ha nagyon belebillensz hátra és lendületből húzod. Ilyenkor már az utolsó gyakorlatok között van. Ilyenkor szerintem még 10 kilóval is képtelenek lennénk lehúzni egészen mellig. Az nem volt, ha nem jön hozzá a mellizomhoz? Ilyenkor már nem tudjuk lehúzni, mert úgy el van már fáradva. Széles részén fogjam? Nem, szűk. Szűken. Kicsit távol állok a géptől. Homorítok, ugye? Az elején. Itt a kapkodás. Ja. Lassan. Jó, van, köszönöm. Menj be alá, most. Úgy. Várjál. Menj be alá mélyen, hagyj húzza ki a hátat, és innen gyere hátrafelé, és húzd a mellhez. Tehát bemész, és gyere egy picit hátra, és úgy. Azaz, és ne rázs meg, hanem izomból húz. Úgy. Lehet, hogy jó lesz mégis ez a súly. Azaz, így tökéletes.
A gyakorlat felén átrántottad eddig a súlyt. Igen. Figyeld meg, így mennyivel izmosabb lesz. Köszönöm, érdemes volt az irányom. Ez a cél? Oké, hogy mehet nagyobb súlya, de most ez a lényeg, hogy így szabályosan megtanult. És látni szemmel látható, hogy itt dolgozik, meg feszül is. Köszönöm. Nagyon szívesen. Too many bullets coming through, metaphorically I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions. Mert a csukjás izom, az így jön, és itt van vége. Ez azt jelenti, hogy a háthoz tartozik, nem a vállhoz. Tehát azért a hátnapon illik edzeni. Mire ügyeljek? Hogy teljes hosszában mozgass. Próbáld. Úgy, lehet, sok lesz. Sok lesz, mert súly nélkül magasabbra föl tudod. De ez olyan félmozgás volt. Azt mondod, legyen kicsit legyen. Tehát igen, tehát tök szép lassú volt a mozdulat, de pont ezért nem tudtad felhúzni, mert most a súlymániában szenvedni, akkor fölrángattad volna valahogy. De mivel tisztán izomból próbáltad húzni, ezért csak félig sikerült. Ha. Tehát menjen inkább vissza. Vegyél vissza. Jó, visszaveszek. Az arcodban. Visszaveszek. Kélek, mester, hozzáll ítéletet. Szépség és szörnyetek újra. Olyan kis aranyos volt, mint gyerekkoromban én is rögtön az ajándékot figyeltem. Szóval mozítéletet, vajon Simonetta helytállt el. Igen, de a méretéhez megfelelően csak a felét adom oda. Nem, tényleg gratulálok, nagyon komolyan végignyomtad velünk. Úgyhogy túlélted velem az edzést. Ez egy olyan csomag, amit én használok készülés alatt. Van benne tömegnövelő, fehérje, glutamin, BCA, és van benne egy ilyen varázspóló, amit szeretném, hogyha most föl is vennél. Végül beváltotta az edzés a hozzáfűzött reményeket? Igen. Elfáradtam kellőképpen, úgyhogy... Volt egy-két olyan dolog, amit mostan után meg is sikerült elsajátítanod, és a jövőben is fogod tudni használni. Én főként szabadsúlyos edzéseket csináltam, úgyhogy a gépeket nem nagyon használtam, főként hátedzésre sem. Inkább lábazni szoktam, mint a nők többsége, úgyhogy ez nekem nagyon hasznos volt. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy részt vettél az edzésben. Jár egy nagyon nagy kapcsolat helyi őstenek. Jövőben, hogy két fiakat megkapcsoló módon részt vettél. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy megismerhettelek. És fogyaszt szeretettel. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottatok, Sárván, nagyon szépen köszönjük a részvételt. Szuper kis edzőteremben voltunk, mester, hogyan érzed magad? Hát itt megint szuperul éreztem magam, kifejezetten tökéletes ez a terem arra, hogy le lehessen edzeni. Mi szól Simonettához, helyi hősünkhöz? Hát őrület csinos egyrésztről, másrésztről meg nagyon profin végig nyomta velünk az edzés, úgyhogy gratulálok. Köszönöm. A szépség és a szörnyetek. Köszönjük szépen a figyelmet, nem sokára jövünk újra, figyeljétek a Kiss the Paddy Bader Roadshow következő állomását. Sárvár, köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok!